Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, Miszó is, augusztus 9-én. A mai nap is van nyugodtan telik, a nap és a hold egy jó kapcsolatban áll. A hold a mai napon eléri azt a pontot, ami a legmesszebb a Földről tekintve. Ez a pont, vagy Lilith energia kivált nálunk valamit, mégpedig a vágyakat, a reményeket. De mivel ez olyan messze van a Földtől, ez úgy érezhető, ez mind elérhetetlen. Lehet, hogy mi hiszünk abban, hogy ez a remény, ez az álom valóra válik, de előfordulhat, hogy jön valaki, és azt mondja nekünk, ne álmodozz. Ebből úgysem lesz semmi. Akkor mit tudunk tenni? Hallgassunk a belső hangunkra. A hold a mai napon a Revati holdházban található, és itt találkozik Mars bolygóval. Ez a Revati holdház az utolsó holdház, és azt jelenti, valamit be kell, hogy fejezzünk, vagy el kell, hogy érjük a céljainkat. A Mars mutatja ezt az energiát, ezt az erőt, de kihat a férfiakra is, és a férfiak a mai napon nagyon érzékenyek. Késő este átmegy a hold a következő holdházban, ezzel indul egy új szakasz. Ez az Ashvini holdház, és ennek van egy ilyen gyógyító ereje. Mindaz, ami bennünket az elmúlt napokban, hetekben betegített, azt mi most rendbe tudjuk tenni. De ez a gyógyító hatás nem csak ezekre az eseményekre utal, hanem van gyógyító ereje a betegségeknél is. Előfordulhat az is, hogy van köztetek valaki, akinek ez a hivatása, és ez a hivatás hív, és szeretné ezt a hivatást megvalósítani. Ez lehet egy továbbképzés is ezen a területen. A mai napon előfordulhat, hogy átélünk valamit, és azt mondjuk, ez mind olyan igazságtalan. De ne legyünk szomorúak, mert itt is rendeződnek a dolgok. Amennyiben valakinek van egy bírósági ügye, ott még át kell nézni valamit, és lassulnak az események. És ez volt a mai felvételem, Miszó is, augusztus 9-én. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!